Dolgoznak a gépek és az útépítők Nyíregyházán, a Szent István utcában. Az András utca és a Nagy körút közötti szakaszon megújulnak a járdák, a kerékpárutak, a parkolók és a csapadékvízelvezetést is átalakítják. A Szent István utcában jelenleg nem lehet a Kossuth gimnázium felől behajtani. Áprilisban indult a beruházás, a közeljövőben átépítik a Nádor utca csomópontjában lévő minikörforgalmat is, a Szent István utca és a Béla utca csomópontjában meglévő gyalogátkelő helyen pedig okos zebrát alakítanak ki. Ez pedig már a Szarvas utca, Nyíregyháza egyik legrégibb utcája, ahol hamarosan két bazaltbeton burkolatú autóbuszöbölt alakítanak ki. A parkolók nagy része már az elmúlt hetekben megújult, de az autósoknak még egy jó darabig számolniuk kell a forgalmi rendváltozással. A mi városunkban a közlekedés a nagyon jó megyeszékhelyek közé tartozik. Ennek az is az oka, hogy az elmúlt 12 évben nagyon komoly hangsúlyt fektettünk erre, tehát ugye 14 körforgalom épült, összesen 18 közlekedési csomópont átépítése megtörtént. A nagyforgalmú utakat felújítottuk, Korányi, Bethlen Gábor, Bocskai, Vasvári, tehát nem csak most kezdtük el, folyik az utak aszfaltozása, közel 80 km kerékpárút hálózattal rendelkezünk, és szisztematikusan már 6-7 évvel ezelőtt megkezdtük a járdák építését és felújítását is. Ez az infrastruktúra, azt gondolom, ez az infrastruktúra fejlesztés sokkal jobbá, folyamatosabbá és biztonságosabbá is teszi a közlekedést. A polgármester hozzátette, Magyarországon már így is a legtöbb okos zebra Nyíregyházán található, de a jelenlegi beruházás keretében további úgynevezett Safe Cross okos zebra gyalogátkelő helyeket alakítanak ki, amelyek a rendőrségi statisztikák szerint balesetvédelmi szempontból nagyon biztonságosak. Azt szeretnénk, hogy a tanév kezdésre mind a három nagyforgalmú út felújítását be is tudjuk fejezni. Kérjük a türelmét az erre közlekedőknek, korlátozásokkal járnak az ilyen beruházások, de biztos vagyok benne, hogy ez is meg fogja érni, mint ahogy az elmúlt 12 évben végzett beruházásunk mindegyike. A mintegy 582 millió forintos beruházást az önkormányzat az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósítja meg.